Aláírták azokat a dokumentumokat és szerződéseket, amelyek a szekszárdi uszoda építéséről szólnak. Nem csak hogy az előkészületek, de már a munkálatok is megkezdődtek a területen, ami mindenki számára pozitívum, hiszen egy nettó 3,2 milliárdos beruházás nem kis fejlődést jelenthet. Van itt egy 60%-os készültségi állapot szintjén félbemaradt létesítmény, és ez a legrosszabb a nemzetgazdaság és a szekszárdiak szempontjából egyaránt, hogyha egy félbehagyott létesítmény, ugye a pénz egy részét már elnyelte, ugyanakkor a funkciójában pedig nem szolgálja a helyieknek a céljait. Ugye a mai nappal megkötöttük ezt a vállalkozási szerződést, ugye a közbeszerzési eljárás lezárultával erre lehetőségünk volt, és innentől kezdve szerződés szerint 480 napja van arra a vállalkozónak, hogy a tervezési, kivitelezési feladatait elvégezze. Az üzemeltetés kérdése sokakat foglalkoztat. A helyettes államtitkár megerősítette azon információkat, miszerint Szekszárd városának költségvetését a szükségesnél nagyobb mértékben nem nyomja majd meg a komplexum. Hiszen az a cél, hogy teljes projekt életciklus alatt gazdaságosan üzemeltethető létesítményről beszélhessünk. Ugye az uszoda ez egy kényes dolog energetikailag, viszonylag magas az állandó energiaigénye, tehát ezért ez egy kulcsfontosságú része a megvalósításnak. A kivitelező konzorcium referencia munkái között szerepel a Veszprémi városi uszoda is, ami az ország egyik legmodernebb ilyenje. Pápán építettünk mi már uszodát, valamint a Várpoltai tanuszodát is mi készítettük, tehát ez a fajta tevékenység közel áll hozzánk, úgyhogy megvannak a megfelelő szakembereink, és közösen a Laterex-szel azt gondolom, hogy egy szép munkát és egy sikeres következő másfél évet fogunk egymás mellett tudni. Máté Péter, a pénzügyi bizottság elnöke, nem szeretne visszamenni és hibásokat keresgélni. Úgy gondolom, hogy hibás döntése volt az akkori vezetésnek, és mindenképp ezt már meg kellett volna csinálni, azt mondom, nem menjünk visszafelé, hogy miért nem történt meg, mert fölösleges egymást mutogatni, nagyon sok hiba történt ebben az egészben. A lényeg, hogy most megkezdődik. Tehát most megkezdődik, és 480 nap múlva legkésőbb átadás van, úszni lehet. Tehát ez munka, nem a munkaterületet, átadtuk, de igaziból 480 nap múlva nem az épület lesz kész, hanem az épületbe a használatvételi engedéllyel együtt tulajdonba lehet venni az épületet. A munka tehát megkezdődött, az eredmény pedig nem olyan soká kiderül.